Sárga borsóleves, bakonyi sertésragú párolt rizssel. Ez volt a hétfői menü a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-nél. A Tolnai megyeszékhely központjában álló épület parkolójából 15-20 adag ebéddel gurult ki a vállalat autója, és vitte át a meleg ételt a Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltópontra. Ez a vállalat is csatlakozott ahhoz a négy másik vendéglátóipari egységhez, amelyek elhatározták, hogy segítik azokat, akik erőn felül teljesítenek a koronavírus elleni küzdelemben. Ingyen ebédet szállítanak ki az oltások szervezésében és lebonyolításában résztvevők számára 5 héten keresztül. Minden héten másik cég teszi ezt meg. Ezzel is próbáljuk segíteni az ott dolgozók munkáját. Ugye közös érdek, hogy minél hamarabb túl legyünk a járványon, minél többen be legyenek oltva. Mi ezzel próbálunk hozzájárulni. A másik pedig valamilyen gombás ragú is. A helyi éttermeknek, éttermi szolgáltatóknak köszönhetően immáron folyamatos ellátást is tudunk biztosítani az itt dolgozóknak. Megkerestek bennünket orvosok által felkért szolgáltatók, éttermi szolgáltatók, hogy miben tudnak segíteni, és itt az egész napos munkában bizony jól esik annak a 15-20 kollégának, aki ezen dolgozik egész nap, hogy ebéd közben van egy 10 perce, amikor egy külön kialakított helyen gyorsan meg tud enni az ebédjét, hiszen sokszor ebéd szünetre sincs lehetőség, arra sincs lehetőségük akár a védőnőknek, akár a saját kollégáinknak, vagy a segítőknek, hogy ugye kiszaladjanak egy menüt elfogyasztani, úgyhogy ez is megint egy ékes példája annak, hogy jó ügyekért mindig össze tud fogni a város. A változó a létszám attól függően, hogy az egyes napokra éppen hány páciens kell behívnunk. Eddig az elmúlt 3 hétben úgymond a csúcsnapokon 20-an biztos, de még a legenyhébb napokon is azért van 10-12 kollega. Ebből a legnagyobb létszámban ugye a call centeresek, akik hívják a pácienseket telefonon, a háziorvosok listája alapján, védőnők folyamatosan 4-en, 5-en, 6-an is segítenek, a vagyonkezelő Kft. És az önkormányzatnak pedig a munkatársai a regisztrációban, a beengedésben segítenek folyamatosan. És hát az is lehet, hogyha a vakcina szállítmánya hírek alapján egyre fokozódni fog, egyre több szállítmány érkezik, akkor még ezen a létszámon is tudunk növelni. Gőzerővel zajlik a koronavírus elleni védőoltások szervezése és lebonyolítása jelenleg is a Babits Mihály Kulturális Központban.